Az egyesített óvoda intézményeiben összesen 14 csoport működik. Ebből 11 vegyes életkorú, 3 pedig homogén szervezésű csoport, azaz külön kis, közép, illetve nagy csoport fogadja a gyerekeket. A 3 csoportra bontás Nagyatádon csupán egyetlen intézményben, a Csillagszem óvodában működik. Mint Molnár Gyula Miklósné, az egyesített óvoda főigazgatója elmondta, mindkét típusnak vannak pozitív oldalai. Úgy gondoltuk, hogy a szülői igényekhez igazodva megtartjuk ezt a szervezési formát is, hiszen egy 4 csoportos óvodában lehetőség van arra, hogy mindkettőt nyújtsuk a szülők számára. A csoportokat tekintve mindkét típus népszerű a szülők körében. A gyerekek egyéni igényétől függ, kinek melyik csoport a megfelelőbb. Úgy gondolom, hogy azoknak a gyerekeknek jó, hogyha tiszta csoportban járnak, akiknek a szülei ezt fontosnak tartják, és mondjuk olyan elvet vallanak, hogy mivel a következő életkorban úgyis mindig a kortársaival mérik össze, és jobb szeretnék, hogyha a kortársai között lennének, ők választják általában a tiszta csoportot. Az évvesztes gyermekek számára előnyösebb lehet a vegyes életkorú csoport, mivel amíg nem mennek iskolába, tovább maradhatnak a megszokott társasággal. Az egykék számára is kedvező lehet, mert ebben a közegben az alkalmazkodás képességét könnyebben elsajátíthatják. Találkoznak egy családiasabb modellel, ahol vannak náluk kisebb, illetve náluk idősebb gyerekek is, és megtanulják a kisebb társakhoz, illetve a nagyobbakhoz való viszonyulást, az együttműködést, az elfogadást, az egymás segítését. Az eddigi tapasztalatok szerint nem növekedett az igény a tiszta csoportok iránt, így újabbak létrehozására egyelőre nincs szükség. A szülők elfogadták a vegyes életkorú csoportokat, és szeretik azt, hogyha a kisgyereknek nem kell csoportot váltani, éppen a születési időpontja miatt, hanem ugyanazzal a felnőttel töltheti az idejét az óvodában, aki folyamatosan segíteni és támogatni tudja a kisgyerek fejlődését. Ezek alapján tehát nagyobb igény mutatkozik a vegyes életkorú csoportokra. A jelentkezés folyamatos az óvodákban, decemberig várják a 3. életévüket betöltött gyerekeket. A gyermek létszám ekkor válik véglegessé. Mindez idáig 328 óvodást fogadtak összesen az egyesített óvoda intézményeiben.